Te vagy Lester? Mi az ördögöt áldogálszok, mint egy ázott tinó a hóviharba? Ellenőrizted, rendben megy a munka? Ó, tudom, nem lovagolhatsz ki minden órában. Mi az, megrémultál? Benji? Hoztam egy pár szivart. Jól festett az egyenruhában, alig ismertelek meg. Állj már fel, Benji, hadd vegyelek jobban szemügyre. Na hát, ki hitte volna? Megváltoztál. Még a szemed is másképp áll. 4 esztendő. Igen hosszú idő. Hosszú bizony, de milyen hosszú. Mégis, mintha tegnap lett volna. Miért jöttél vissza ide? Van jobb hely is a világon. Azért, mert ez az otthonom. Titokban mentél el lopakodva, mint egy gonosztevő. Miért nem szóltál neki? Attól féltem, nem enged el. Hát így ismersz. Hogy jutott esetbe lovat lopni? Nem volt elég lovam a karámban? Látom, rosszul tettem. De csak kölcsön vettem. A kölcsönbet holmit visszaadja az ember. Megfizetem majd. Ne kiabálj velem. Már a fizetéssel sem teheted jóvá. Nem kiabálok. Nagy baklövés volt, lásd be. Az egyenruhád becsülete forog kockán, hát nem érted. Mint ha nem tudnád, hogyan éreznek a magad fajta iránt itt nálunk. És maga? Túlságosan magabiztos vagy. Én kölyök korod óta ismerlek. Levertétek a déréket. Győzött Lee tábornok és Jeff Stuart. De lett volna csak a parancsnok Stonewall Jackson, elpáholt volna benneteket. De elám. Vagy te még Stonewall Jackson-t is legyőzted volna? Pedig az legény a talpán. Itt maradsz, Benji? Igen. Egy darabig. Nagyon el kellene itt a munkás kéz. Alig győzzük a munkát. Kérsz még? Rendben van. Elmehettek, fiúk. Majd letakarítjuk az asztalt. Hol fogsz aludni, Benji? Miért kérdett, pajtás? Nem hinném, hogy van üres hely a barakban. Majd a saját szobájában alszik. Itt marad nálam. Jó éjszakát. Hazudott, van elég hely a barakban. Miért nem tanítod Móresre? Nem azért jöttem, hogy bajt keverjek. Visszajöttél, és ez a baj. Meglátod, most végképp nem lesz tőlük maradásod. Süket vagy, nem hallottad, mit mondtam? De hallottam. Köszönöm, hogy a szívén viseli a sorsomat. De mégis azt gondolom, itt az én helyem. Makacs vagy, mint egy összvér. Úgy látszik, neked még most se nőtt be a fejed lágya. Beszélhet neked az ember, falra hány borsó. Hát igen. Amikor ide kerültél, talpra esett kölyök voltál. Itt van, nézzük csak. Aha. Igen.
Egy dollár fejében egy dollár, és egyéb ellenszolgáltatásokért becsületes üzlet, jól járunk mind a ketten. Én, Neil McMasters ezennel, szóval ez azt jelenti, hogy a rencs fele a tiéd, hogy társak vagyunk. Mikor csinálta ezt? Hát elég régóta forgattam a fejembe. Persze nem tudtam, hogy visszajössze vagy sem. Mr. McMasters, ezt nem teheti. Már miért ne tehetném? Persze, hogy megtehetem. Holnap megcsináljuk a hivatalos írást, és tiéd a birtokon fele. Nem tehetem. Mit papolsz folyton arról? Tehetem, nem tehetem. Ez teljesen törvényes dolog lesz. Én annak rendje és módja szerint eladom neked, te megveszed. Ez borzasztó nagy lelkű ajánlat. A birtokának a fele. Annyit adok érte, amennyit ér. Adnék érte 900 dollárt. A végső ára 500 dollár. Nem alkudozom. Lehetetlen. Legalább a négyszeresét éri, uram. Már pedig én ennyiért adom. Kell vagy nem? Rendben van. Megegyeztük. Hát akkor foglaljuk írásba ezt a dolgot. Na lássuk. Választottál valami más nevet? Nem. Ha nem haragszik a hadseregben, úgy hívtak, McMasters. A Masters? Te mondtad, hogy McMasters a neved? Benjamin. Benjamin McMasters. Ez szép. Igazán jól hangzik. Remek. Benjamin McMasters. Igazán remek csengése van, fia. Itt is írja még alá. Itt oldalt. A hadseregben tanultam megírni. Kész is van? Igen, végeztünk is. Tessék, itt a hivatalos dokumentum. Elmegyek, veszek egy munkaruhát.